Megkezdődött a szünidő, a vakáció a gyerekek számára, amit az idei évben talán minden eddiginél jobban vártak, hiszen hosszú, bezártsággal teli hetekkel ért véget a nevelési év. Azonban a nagy szabadság ellenére érdemes néhány alap és legfőképp közlekedési szabályt betartani a nyári szünidő alatt is, a későbbi problémák és tragédiák elkerülése érdekében. Ehhez már azért ők rendelkeznek nagyjából megfelelő tudással, csak ezt alkalmazni kell majd nekik a nyári szünet folyamán. Vannak különféle oktató programok a iskolákban, már óvodában is, ami ezzel foglalkozik és tanítja a gyerekeket, úgyhogy csak ezt helyesen kell nekik alkalmazni, de nem árt, hogyha elindulnak otthonról, akkor a szülők erre felhívják a figyelmüket. Nyilván a közlekedők, az autósok, motorosok is jobban kell, hogy figyeljenek a fiatalokra és a gyerekekre, mert várható, hogy az ő megjelenésük majd itt fokozott lesz az elkövetkezendő időszakban. Nyáron gyakrabban megesik az is, hogy a gyermek egyedül marad az otthonában, ami szintén veszélyforrás lehet. A legfontosabb szabály az, hogy ha a gyerekek egyedül vannak otthon, akkor az ajtó mindig legyen bezárva, és tudniuk kell, hogy senkit nem szabad beengedniük. Az se jó, hogyha esetleg elárulják az ajtó előtt várakozóknak, hogy ők egyedül vannak. A legjobb megoldás, hogyha nem fedik föl ezt a tényt, hogy ők egyedül tartózkodnak a lakásba. Senkit ne engedjenek be, hogyha ezek az idegenek, mondjuk akik beszeretnének jutni a lakásunkba, ezek jó szándékkal jönnek, akkor nyilván vissza fognak jönni, amikor majd a szülők otthon vannak. Ha viszont nem, akkor nem kell őket semmilyen módon beengedni. Természetesen előfordulhatnak rendkívüli helyzetek, kisebb balesetek, amikor az otthon tartózkodó csemetének segítségre lehet szüksége. Éppen ezért fontos, hogy el tudjon valakit, egy illetékes felnőtt szemét érni. Manapság már azért minden gyereknek van, nagyjából minden gyereknek van telefonja. Az a fontos, hogy ezen a telefonon mindig valaki elérhető legyen. Ha a szülők esetleg vidéken dolgoznak, vagy nehezebben megoldható az ő hazaérkezésük, hogy a problémát elhárítsák, akkor egy jó szomszéd is nagy segítségük lehet a gyerekeknek, csak ezt nekik el kell mondani, hogyha bármi veszélyhelyzet van, vagy nem érzik magukat biztonságban, akkor legyen olyan személy, akit telefonon fel tudnak hívni, és tudnak segítséget kérni. Nyilván, ha nagyobb baj van, és biztosan rendőri segítségre van szükség, akkor pedig a 112-es ingyenesen hívható telefonszámot kell hívniuk. Itt azért fontos kiemelni, hogy a 112-es segélyhívó számot csak kiemelt vészhelyzetben szabad felhívni, mert ellenkező esetben más, valóban bajba jutottól veszik el a lehetőséget, hogy időben segítséghez jusson. Előfordulhatnak még olyan dolgok, hogy összebandáznak a gyerekek, ha többen vagyunk, már erősebbek, okosabbak vagyunk, és esetleg olyan dolgokat csinálunk, ami tényleg utána büntető eljárást von maga után. Csak hecből próbálunk mondjuk leszólogatni kisebb gyerekeket, vagy esetleg megszólítani olyan dologgal, hogy adjanak át valamit nekik, és ez bizony vonhat maga után eljárást. Egy jó hecnek, vagánykodásnak induló cselekményből könnyen lehet, tehát bűncselekmény, vagy akár tragédia is, amit utólag már nem lehet meg nem történté tenni. Egy ilyen esemény pedig nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is visszaköszönhet, például egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor.